vendégünk Rézműves Márk, aki itt is van a vonalban. Szervusz Márk, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És ha minden igaz, akkor ott van veled a feleséged is, Kitti, aki már majdnem 24 órája feleséged. Szervusz, Kitti, téged is köszöntünk. Mert hogy az történt, hogy ti tegnap egy nagyon különleges esküvőn vettetek részt, méghozzá a sajátatokon, de hogy ez egy magánlakásban történt, viszonylag kis létszámban. Talán azt meséljétek el, hogy hát amikor ti úgy döntöttetek már egy ideje, hogy összefogtok házasodni, akkor azért nem így terveztétek, gondolom. Hogy volt ez? Igen, hát ugye körülbelül egy ilyen 3 hete kezdődött a járvány miatti mizéria, és ugye mi sokkal korábban kezdtük el már az esküvő tervezését, és hát minden olyan zökkenőmentesen ment, ugye ilyen semmi akadály nem volt, minden azonnal összejött, egyből találtunk éttermet, ruhát, cukrászdát és minden egyebet, ami szükséges. És körülbelül a járvány betörésének pillanatában azt hittük, hogy ez csak egy ilyen pánik, és semmi komolyra nem kell számítani. Amikor is, ugye már mindent elintéztünk, mindent lefoglaltunk, minden előleget kifizettünk és foglalót, és a második hetében kezdődtek a bejelentések, miszerint ugye a 100 fő alatti zárt körű rendezvények azok megengedettek voltak, és hát abban bizodalmaskodtunk, hogy ha a lakodalmat nem is tudjuk megtartani, de meg fogjuk tartani az egyházi esküvőnket, és ugye mi az ország két feléről származunk, a Kitti Vas megyéből, én pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, és itt Budapesten szerettük volna megszervezni a középtájékon, és pont 100 főnél kevesebb volt a násznép. Aztán igazándiból a következő héten már hívogattak az étterem, a szabóságtól is hívtak, hogy hát nem is biztos, hogy megjön a ruha, nem biztos, hogy ki tudják nyitni az éttermet, nem biztos, hogy el tudják készíteni a kis tortákat. Komolyan? Lehet, hogy zenből lesznek. Egyébként az éttermet értem, de a szabóságnál, meg a cukrászdánál ott mi volt az indok? Az emberek nem mentek be dolgozni? Ott külföldről hozták ugye nekik az anyagot, ja, és a kumorozók nem tudtak bejönni, vagy pedig nem is mentek ott már Lengyelországban, Olaszországban dolgozni az emberek, és bizonytalan volt, hogy el tudják idehozni a mindenféle árut. Uh-huh. Ja igen, meg ráadásul a textilek nagy része meg olasz, így az összpiacon, az különösen nagy kihívás volt. Nagyszerűen volt, hogy utólag meg is érkezett egy. Na hát akkor majd egy koszorús lányruhát vartok belőle a gyerekeknek. És akkor gyakorlatilag az mikor dőlt el, hogy itt, mert részben ugye én ismerlek titeket, ez talán nem titok, és egészen sokáig volt arról szó, hogy akkor azért az egyházi esküvőt meg lehet tartani, méghozzá egészen ugye 100 fő alatt, de hogy ugye aztán kiderült, hogy nem, ezzel mikor szembesültetek? Ezzel egy héttel ezelőtt, a múlt hét hétfőn, és akkor kezdtünk el tanakodni, hogy akkor mi tévők legyünk, és úgy jutottunk arra a döntésre, ugye nagyon nagy gondolkodás árán, hogy először az Úrhoz fordultunk ezzel kapcsolatban egy héttel ezelőtt, hogy hát Uram, miért? Hát miért nem tarthatjuk meg az esküvőt? Hát erre készültünk. Nagyon sokat imádkoztunk érte, és ugye ahogyan a Róma 12 is írja, hogy a buzgóságban ne lankadjatok, mert az Úrnak szolgáltok. És hát nem adtuk fel. A nagy József pásztor adott minket össze, ő is bölcs tanácsokkal látott el és támogatott a házasságkötésünkben, és ennek ellenére is kitartottunk, és így kezdtük el ugye a múlt hét óta azt megszervezni, hogy keresztény közösségben egy magánotthonban össze tudjunk házasodni, és minden szabály maradéktalan betartása mellett, ugye ezt leszerveztük, és egy nappal ezelőtt jött a tegnap előtti napon az a megfontolás, hogyha már ki van fejlesztve az online háló és tér, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, és ugye segítségednek köszönhetően a család láthatta az egybekelésnek a pillanatait,
és így sikerült ugye ezt összehozni, és hát nagyon, nagyon sok munkánk volt benne, de ennek ellenére, ami talán a legfontosabb üzenet volt számunkra, és a legnagyobb tanító példa azt a 16-os Zsoltár tudná összefoglalni, amikor ugye Dávid bizonyságot tesz, és annyit kér az Zsoltár, hogy tartsa meg őt, mert nincs nála jobb, csak ő, pedig ő hatalmas király volt már akkor, és akkor is az Úr volt neki a legfontosabb, és tudta ő pontosan azt, aki nagyon közeli kapcsolatban volt az Úrral, hogy ő az ő osztályrésze és pohara, és a sorsa az ő kezében van, de nem fél és nem rettem meg, mert a jobbja felől ő van, és nem hagyja sírba jutni, mert nem láthat a teste rothadás, mert az Úrnál van az ő öröme és az ő gyönyörűsége. És talán ugyanez vonatkozik a mi esküvünkre is, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy lett volna a körítés, szép ruha, és szép helyen lett volna az esküvünk, így is gyönyörű helyen volt egyébként, azt megjegyzem. Igen, igen. Meg szépen föl voltatok költözve, az volt az első gondolatom, hogy milyen jó, hogy annak ellenére, hogy tényleg csak a tanúk voltak tulajdonképpen a lelkész, és én, aki tartottam a kamerát, de hogy megadtátok a módját, elegánsan fel voltatok költözve, Kittinek meg volt csinálva a haja, a smink, tehát hogy ennek ellenére mindent kihoztatok belőle, amit csak lehetett ilyen szempontból, tehát igényesek voltatok. Igen, talán erről a Kitty tudna a feleségem mesélni. Akkor Kittyt hadd kérdezzem egyébként meg, hogy hát azért én úgy tudom, hogy a lányok általában már gyermekkoruk óta esküvőről álmodnak, meg mennyasszonyok szeretnek lenni. Egyrészt, hogy ez velőled így volt-e, másrészt meg, hogy élted meg ezeket a napokat, hogy aztán nem így lett. Hát azt kellett bennem erősíteni, hogy az Úr hűséges, és hogy betölti minden szükségeimet, és talán még a legfontosabb az volt, és az első gondolatom akkor, amikor megtudtuk azt, hogy nem úgy tudjuk megszervezni az esküvőt, hogy hát igen, hát akkor a ruhám az hogy lesz? Mert hogy nekem eredetileg például nem ez a ruha volt tervezve, hanem én Szombathelyről hozottam volna a ruhámat. Édesanyámmal néztük meg, hogy melyik az a ruha, amelyik a legmegfelelőbb lenne, és én egyébként még az esküvő előtt hazautaztam, és felpróbáltam a ruhát, de már akkor is úgy álltam ott, hogy hát nem tudtam, hogy most akkor örüljek, vagy sírjak, és hogy hordhatom ezt a ruhát, vagy sem. És aztán utána pedig ezzel a példával is igazából tanított minket az Úr, hogy nem a külső dolgokra kell adnunk, hanem a szövetség a legfontosabb érték, és hogyha ezt a szövetséget meg tudjuk kötni, akkor annál nagyobb áldás nincs, és akkor utána már nem az lesz a fontos, hogy milyen étteremben vagy milyen ruhát veszek fel, hanem az, hogy tényleg ez a szövetség megkötésre kerüljön. És egyébként, ami a ruhát illeti, ugye hát tudjuk, hogy mostanában a boltok nem voltak kinyitva, de hát azért gondoltuk, hogy egy szép fehér ruhát kellene szerezni még így az esküvő előtt, és egyetlen egy ilyen alkalmi ruhaboltot találtunk nyitva, ahol rögtön velem szemben volt ez a ruha, és akkor azt mondtam, hogy jó, uram, akkor ezt te készítetted nekem, és akkor nekem ez megfelelő lesz. Nyilván és megfelelő voltak... lett, nem? Megfelelő lett, igen. Úgyhogy, ez kompromisszum volt egyébként? Vagy te ezt így hogy élted meg? Vagy most egyszerűen az volt a fejedben, hogy válsághelyzet van, meg kell oldani? Mert ugye azért az embernek normális esetben, és nyilván nálatok így van, egy életben egyszer van esküvője. Hát igen. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy elsőként nem ment ez nehezen. De minden próba áldássá válik számunkra, úgyhogy ezt is így még jobban erősítettem magamban, és ilyen és ehhez hasonló igéket, és ami tényleg a legfontosabb az, hogy azok az értékek, amik egy ilyen esküvőszervezésnél azt gondoljuk, hogy értékek, azok igazából nem a legfontosabbak. Uh-huh. Úgyhogy én csak ezt tudom ezzel kapcsolatban mondani. Ugye, igen, bocsánat, mondjad csak. Podrász is olyan volt, tehát hogy amikor megtaláltuk a ruhát, és akkor Kittinek megtetszett, hogy akkor igen, ez lesz, és akkor megvásároljuk, akkor úgy volt, hogy aznap még szombaton egy nap az esküvőre elmegyünk fodrászra, és az se jött össze. Azt is utolsó pillanatban lemondták.
És akkor a saját magának készítette Kitty a haját. Pedig én azt hittem, hogy fodrász, sminkes, minden összejött. Nyilván én ott voltam, tehát, hogy tanúsítani tudom, hogy ennek ellenére meg maga az esküvő, az ugyanolyan volt, mint egy másik egyházi esküvő, talán csak annyi, hogy a NASZ nép nem személyesen volt ott, hanem az interneten keresztül figyelték. De akkor egy utólag kérdezlek benneteket, hogy nem bántátok meg, hogy mondjuk nem toltátok el, mire ez a járvány véget ér, hanem hogy ilyen módon rendeztétek meg az esküvőtöket? Abszolút nem. Kitty? Nem. Nem bántunk meg, mert annyira nagy volt az Úr jelenléte az esküvőnkön. Annyira meghitt volt és bensőséges, és annyira éreztük az Isten jelenlétét, és hogy ő tényleg áldásra akar minket tenni, hogy hihetetlenül boldogok voltunk, és szinte fel sem fogtuk, hogy összejött, létrejött, és ez a szövetség tényleg létrejött, és olyan tanúkkal, Nagy József pásztorral lehettünk, és ő adhatott minket össze, úgyhogy ez nekünk nem hogy csak megtiszteltetés volt, hanem hatalmas öröm, úgyhogy ennél jobban szerintem nem is sikerülhetett volna az egyházi esküvünk. Még az jutott eszembe, hogy ugye nem titok, hogy ti roma fiatalok vagytok, és amikor így beszélgettünk, hogy akkor online meg milyenek, akkor azt mondtad, hogy hát ilyen roma esküvő sem volt még. És azt szeretném kérdezni tőletek, hogy azért a ti kultúrátokban meg talán különösen fontos a körítés, nem? Tehát, hogy annak úgy mindennek megvan a rendje, meg a tradíciója, meg a módja. A család hogy fogadta ezt az egészet? Igen, nálunk ugye ez abszolút ilyen, én is akkor, igen, engem ilyen modernebb szemlélet szerint neveltek, ugyanakkor a jó oldalát a tradícióknak azt ugye átadták nekünk is, és a család már annak is örült, hogy egyébként online is részese lehetett az esküvőnek, ugyanakkor nem volt semmilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen ellenszem, vagy bármi elvárás, ami felénk megfogalmazódott volna olyan téren, hogy fizikailag ott legyen a NASZ nép, és hogy hatalmas esküvőt tartsunk, mert ugye hatalmas nálunk, úgy gondolom, az én szüleim részéről is az Isten félelem és az Úr szeretete, és ők annak örültek a legjobban, hogy összehoztuk, és kvázi ők is nagyon drukkoltak, hogy egyáltalán összejön az esküvünk. Ugyanakkor azt megígértük, hogy a lakodalom részét azt majd a nyáron bepótoljuk, és akkor mindenki részese lehet a mi örömünknek. És akkor Kitty igazán felveszi az eredeti ruhát? Vagy hogy tervezitek igen ezt? igen, augusztus környékén, vagy reméljük, hogyha hamarabb elmúlik ez a vírus, akkor minél hamarabb majd megtartjuk, és akkor megszervezzük az egészet, és akkor végre felöltheti az eltervezett ruhát is, amit kiszemelt magának. Most hogyan tovább, NASZ útra mondjuk el tudtatok menni? Igen, és ezzel is hatalmas áldásunk volt, mert egy viszonylag olcsó szobát foglaltunk, ami ugye a keretekből tellett, mert ugye először ugye én kifizettem meg a Kitty és a foglalókat, előlegeket. Volt, akinél visszakaptuk, volt, akinél kilincselésre visszakaptuk, volt, akitől mai napig se kaptuk vissza, aztán a szűkös keretekből. Nyilván nem kell nevet mondani, de hogy milyen szektor, tehát milyen szolgáltató az, aki visszaadja, és milyen nem, arról azért lehet, hogy érdemes pár szót ejteni. Az étterem nagyon készséges és segítőkész volt. Ők még először többet is utaltak vissza, aztán szóltam, hogy ez sok. NASZ ajándék. Igen. Igazándiból a ruhastúdió, a hotelfoglás is készséges volt, igazonnan még nem kaptuk meg, de kaptunk visszajelzést, hogy visszafogjuk. Őket mondjuk nem lehet elérni. A fotós nagyon elzárkózik, tehát, hogy van egy szerződésünk, ügyvéddel is egyeztettem, hogy ugye a mostani rendeletek és a korábban meghozott, hogy a foglaló összege törvényi szinten 20% lehet, mi fizettünk 50%-ot, és a szerződések ugye az én jogaimat nem védték, de ajánlással kaptuk, ő ígérget, hogy fizet, de nem, ugye ott lehet, hogy fizetési meghagyással kell élnem.
Egyébként érdekes, mert most, miután majd veled befejeztük a beszélgetést, utána a vendégünk lesz egy esküvői videós, biztos, hogy nem a tiétek egyébként, mert nincs kapcsolat köztetek, és ő meg elmondja pont azt az oldalát, hogy neki milyen nehézségei vannak. Ő például azt mondja, hogy alapvetően visszaadja a foglalókat, de azért mindenkit abba az irányba ösztönöz, hogy egy másik alkalommal vásárolják le nála, hiszen az esküvők ilyen esetben általában nem elmaradnak, hanem inkább eltolódnak, és akkor egyébként mikrofonon kívül pont mesélt egy olyan történetet, hogy volt viszont olyan menyasszony, aki a koronavírus idején karanténba került a párjával, és összevesztek pár nap után, és rájöttek, hogy ez nem fog működni, és hát ilyen esetben meg ő is úgy érzi, hogy rajta kívülállókok miatt, tehát az esküvő videóson kívülállókok miatt maradt el az esküvő, úgyhogy ott például hát a foglalónak pont az a lényege, hogy arra a napra lefoglalják, de hát azért nektek szurkolunk, tehát reméljük, hogy jobban fog alakulni ez a történet. Hát köszönjük szépen, még azt még elmesélhetem, hogy olyan nagy áldásban volt részünk, hogy abban a szállodában viszont, ahová jöttünk Nászútra, ott felhívtam őket éppen, hogy a Kittinek ilyen meglepetés rózsákat csempészenek be, és azzal fogadtak, hogy igen, ezt meg tudják oldani, de egyébként nem tudják megoldani azt a szobát, amit lefoglaltunk, és akkor megdöbbentem, álltam a vonal túl végén, és akkor mondták, hogy azért nem, mert egyébként az egyik legjobb lakosztályukat a legfelsőbb szint mindenféle kényelemmel megajándékozzák nekünk arra az időszakra. Ez jó hír, úgyhogy akkor ez legyen a végszó, és kívánjuk a többi kedves házasulandó párnak is, hogy hát remélhetőleg oldódjon meg, de ezektől a helyzetektől sem kell félni. Én is úgy fogalmaztam az esküvőtökön, hogy sokfajta esküvőn vettem már részt, de hogy erre emlékezni fogok, az egészen biztos. Isten áldjon benneteket, és jó Nászutat kívánunk nektek. Sziasztok! Köszönjük, áldjon az Úr, sziasztok!